Az ilyen filmek a tanúi annak, hogy van még fény az alagút végén Hollywoodban. Top Gun Maverick Őszintén mondva, ha egy-két évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy csinálnak egy modern folytatást a Top ami az egyik legnyolcvanas évek beli, 80-as évekbeli film, egy közel 60 éves Maverickkel, akinek az a feladata, hogy az ifjú pilótákat mentorálja, tuti kinevetem az illetőt, mert akárki próbálta volna meg megcsinálni, tuti belecsöppen a tudjátok hova. Zone. Sőt, még mindezek után még az illető azt is mondja, hogy a film nem csak hű marad az eredetihez, de azt sok szempontból túlszárnyalja. <laughs> Akkor azt mondtam volna, hogy nem tudom milyen varázsgombát szedtél, de kérek belőle, mert brutális tippen vagy. Ennek ellenére mégis itt van ez a film számos eltolás és hatalmas titkolózások közepette felmászott a mozivászóra, és végre meg is nézhettem. És azt kell mondjam, nagyon örülök, hogy ez a film itt van. A történet szerint több mint 30 évvel az első film után járunk, Maverick jelenleg egy tesztpilóta egy titkos kormányzati programban, amikor váratlanul visszahívják a tengerészet pilóta képzőjébe ismertebb nevén a Top mivel a tengerészet csapást akar mérni egy illegális uránfinomítóra, nos ő, ami nyilván nem Oroszországban van, mielőtt a finomító elindulna és tömegpusztító fegyvereket gyárthatna. A finomító olyan helyen van és annyira keményen védett, hogy csak egy szűkös kanyonon keresztül lehet megközelíteni, ami a legjobb pilótáknak is életveszélyes kihívás. A film gyakorlatilag a Star Wars új remény részének a vége, amikor Luke kilövi a halálcsillagot. Csak itt, spoiler veszély, nem jön segíteni a Millennium Falcon. Maverick feladata, hogy az új generáció pilótáit kiképezze erre a lehetetlen küldetésre. Ja, az másik franchise. Szóval Maverick feladata, hogy az új generációt felkészítse és megindulhassanak nyilván nem Oroszországba, szétrugni néhány segget. Nem egy komplex történet, de nem is kell annak lennie, az előző rész sem volt az, csak néhány forrófejű fiatalt bedobtak egy meglehetősen kompetitív környezetbe, és csak hátradőlt a néző élvezni az eredményt. Mindig a karakterekre fókuszált a film, a kapcsolataikra, a rivalizálásokra. Ez a film is ezt teszi hála az Istennek, az eddigi rebootokból kiindulva féltem, hogy az lesz ennek is a sorsa, és áldozatul esik ennek a postmodern fos áradatnak, ami viccet csinál az eredetiből, azt semmi beveszi, a karaktereit elemeir rombolja, mert az túl toxikus, meg férfias, csak azért, hogy az újat az eredeti fölé emelje. De szerencsére nagyon nem ezt teszi. Egy másik rendezővel, például azzal a trágyaláda Ryan Johnsonnal valószínűleg kaptunk volna valami lecsúszott utolsó napjait élő mevriket, aki megpróbálja újraélni az ifjúkorát, ám hamar helyre rakta volna a diverzitási kvóta miatt felvett valószínűleg LMBTQ nő, aki mindenben jobb, mint Maverick, és őnek is rá kell jönnie, hogy sosem volt igazán jó, csak megalapozta az utat az új divers generációnak. Hány! Éget? De szerencsére nem ezt kaptuk. A még mindig tökös, de már érettebb Maverick itt tökéletes folytatást kapott, ami a karakterszálat illeti. És Tiny Tom Cruise Running, 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 run! Fergeteges alakítás nyújt ebben a filmben. Minden téren hiteles, az érzelmekkel terített drámai pillanatokban legalább annyira jó, mint az izgalmas akciókban. Ezzel is megmutatva, hogy még mindig korunk egyik legutolsó és legnagyobb akcióhőse. Vol Kilmer is kapott egy ízlésesen megcsinált jelenetet, amit szépen kiépítettek a való életbeli betegsége köré. Miles Tellernek is jár a taps, mint Rooster. Számtalanszor bizonyított már, hogy kompetens színész, és ebben a filmben nem csak a hasizmát feszíti, de a drámai színészi izmait is keményen megvillogtatja. Jennifer Connelly is kellemes meglepetés volt. Furcsa mostanság olyan női főszereplőt látni, aki nem egy kiállhatatlan picsa. A szerepét olyan emberséggel, együttérzéssel és szeretettel nyomja teli, ami kiváló egyensúlyt adott Mavericknek. És hát, wow, az élet bizony eléggé kegyes volt hozzá nagyon nagy taps jár a látványért. Nincsenek fölösleges CGI effektek, a színészeket valódi gépekbe tették bele, hogy realisztikus legyen az egész. És bizony meg is van az eredménye, mert az embert az akció a székbe rögzíti, rettentően realistikus és izgalmas lett az egész. Nálam a film 9 a 10-ből. A szöveg kicsit néha túlmagyaráz, és Ed Harris lehetett volna benne többet, mert ő kibaszott Ed Harris, de a kemény realisztikus akció, a hazafias hangulat, a macsó atmoszféra és a karakterek drámája kiemeli a modern bugdácsoló franchise-ok -ok és a túlcaturált papírforma szerű szuperhős filmek közül. Az ember felpörögve jön ki a film után, ezt a folytatást nem szabad kihagyni. Most pedig ti jöttök. Láttátok a filmet? Mi a véleményetek róla? Bármi is legyen a válaszotok, azt hagyjátok lent a komment részben. Ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra. Ha értesítéseket is akartok kapni a videóimról, akkor még azt a kis harangot is nyomjátok be a feliratkozás gomb mellett. Hamarosan ismét jövök, sziasztok!